Szeretnéd, ha más emberek tisztelnének, de nem igazán tudod, hogyan érd ezt el? A tisztelettel az a helyzet, hogy míg elméletileg rólunk szól, hogy mások tisztelnek-e minket, valójában mindenki másról szól, azaz, hogy mit teszünk mi másokért és másokkal. Íme néhány tipp, ami segít elérni, hogy tiszteljenek minket. Amit mondunk, vágjon egybe azzal, amit teszünk. Az egyenes és karakán emberekre felnézünk. Megbízunk a szavukban. Hiszünk nekik és tiszteljük őket. Tartsuk be az ígéreteinket. Inkább ígérjünk kevesebbet, de mindig tartsuk be az adott szót. Nincs annál rosszabb, mint amikor valaki számít ránk, és mi nem vagyunk ott. Ha megígérünk valamit, de tudjuk, hogy nem leszünk képesek rá, hogy betartsuk, szóljunk előre. Tegyük jóvá. Ne pletykáljunk. Ne kezdeményezzünk pletykát. Ne hallgassuk meg mások pletykáit, és ne vegyünk részt a csoportos pletykálásokban. A pletyka az, amikor valakiről, aki nincs jelen, negatívan, rossz indulatúan, sőt, gyakran eltúlozva és elferdítve beszélünk. Legyenek erkölcsi elveink, és tartsuk magunkat azokhoz. Szoktunk rasszista, nemet vagy szexualitás csúfoló vicceket mondani? Szoktunk ítélkezni vagy kritizálni? Szoktunk kinevetni másokat? Szoktunk ilyen dolgokat megosztani a közösségi médián? Mindazzal, amivel nem adunk értéket más embereknek, valószínűleg elveszünk valamit. Jelen esetben akár éppenséggel azt, hogy tiszteljenek bennünket. Segítsünk, inspiráljunk, és védjük meg a gyengébbeket. Ha valaki segítségre szorul, vegyük észre és segítsünk. Legyen az az élettársunk, egy munkatársunk, vagy épp egy idegen ember az utcán. Inkább erősítsük az embereket a szavainkkal, mint sem lehúzzuk őket. Adjunk hitet másoknak, erősítsük az önbizalmukat, és álljunk a gyengébbek pártjára. Egy szóval, törődjünk másokkal. Az előbbi tippek biztosan segítenek, hogy más emberek jobban tiszteljenek bennünket. Azonban van egyetlen dolog, ami mindezeknél sokkal fontosabb szerepet játszik abban, hogyan néznek ránk mások. Tiszteljük önmagunkat. Sikert és boldogságot!